Öngyilkos merénylet történt pénteken Szomália fővárosában, Mogadishuban A hat elkövetőn kívül legalább 22-en meghaltak. A támadók összesen három bombát robbantottak fel egy szálloda előtt, a bűnügyi nyomozóhatóság központja közelében. A harmadik detonáció 20 perccel követte az első kettőt. Négy fegyveres megpróbált behatolni a hotelbe, de őket a biztonsági őrök és a rendőrök lelőtték. A merényletet az al qaeda köthető Al-Shabaab nevű iszlamista terrorszervezet vállalta magára.